A Győrben élő Lukács Kérgely 2005-ig élt az Egyesült Államokban. A vírusveszély idején akár egy teherautó platóján is hajlandó volt orgonálni, mert hát mondja, ennek a hangszernek ki kell törnie a templomok zárt világából, és vissza kell kapnia a helyét, hiszen ez tulajdonképpen egy show hangszer. A népszerűségről azt tartja, akkor ér valamit, ha a koncerttermekben végzett munkájához hozzáad. Neki, mint minden művésznek az a dolga, mondja magáról, hogy felemelje az emberek lelkét egy-egy koncerttel. A Lords of the Organ sorozat negyedik fejezetét éli. A koncepció az, hogy Bach mindig van, mert hogyha Lords of the Organ, az orgon a főurai, tehát hogyha ő a király, vagy királynő, ha úgy tetszik, akkor a főurak körülülik az asztalát. És Bach minden évben helyet kap ennél az asztalán, mégiscsak hát hadd legyen ő az első lord a király vagy a királynő udvartartásában. És aztán minden évben olyanok kerülnek mellé, akik valamilyen módon kötődnek az évhez. Így aztán Beethoven idén, aki 250 éve született, Bartók idén, aki 75 éve távozott az élők sorából. És az idei koncertnek van egyébként egy mély rétege is, mert hogy a trianoni békediktátum is 100 éves, és mit tagadjam, ez nekem fáj, hogy így jártunk az elmúlt 100 év történelmében, és úgy állítottam össze a műveket egymás után sorba, hogy az ívük az kirajzol egy megemlékezést erre a 100 évre, úgyhogy ez most ilyen 3-1-ben. Nem túl tolva, hiszen nem mindenki azért jön, hogy megemlékezzen, de azért mégiscsak ennek a 100 évnek a végén talán nem baj, hogyha erről is szót ejtünk. A vírushelyzetben sok nehézséget okozott, ha lelassítunk és végig gondoljuk, egy halom pozitívumot is hozott az életünkbe, mondja. A hiány, amit a helyzet teremtett, új energiákat szült. Mókás volt szemlélni egyébként, hogy hányféle teraszzenész született meg az első egy-két hónapban, akik aztán utána már csak kínlódtak a harmadik hét után, hogy most akkor még mit. Mi teljesen tudatosan nem mentünk online. Egy-egy Facebook bejelentkezés, élő bejelentkezés, mert az mókás, hogy az emberre időnként rákattintanak, és akkor látnak valamit a koncertekből, de tehát orgonát hallgatni, hát az olyan, mint az Istennel beszélgetni. Itt annyi hang van, ez olyan magával ragadó, hogyha ez nem ül rá az embernek a mellkasára, nem szól a gyomrában a zene, akkor kár is hallgatni sok esetben. És úgy voltunk vele, hogy ha ezt most egy laptopon egy-két ilyen mini hangszórón kezdik el majd hallgatni, még rosszabb, egy mobiltelefont raknak ki az asztalra, és akkor majd ott. Hát ez megint arra jó, hogy fölkeltsük a figyelmet, de arra nem, hogy valódi élményt adjunk. Tehát én inkább úgy azt mondtam mindenkinek, hogy készüljünk. Úgy szívjuk fel magunkat, úgy legyünk egészségesek, legyünk feltöltekezettek, soha nincs idő megállni, mindig mindenki szalad. Hát akkor most itt most kötelező volt megállni, akkor ezt töltsük kint a természetben. Beszélgessünk, olvassunk, készüljünk, játsszuk el azt, amit korábban nem játszottunk el, készüljünk a koncertekre. És aztán ezt a lendületet, ezt az erőt tegyük bele a hangversenyekbe. És talán nem volt helytelen ez a megközelítés, mert aztán, amikor nyáron lehetőség lett koncertekre, olyan erejük volt azoknak az első koncerteknek, hogy én azt nem merném bevállalni, hogy azt mindet én csináltam. Tehát, hogy az erő, az közösen született. A kiszabadultság érzete, ami szülte, az én kiszabadultságom érzete is nyilván hozzátette a magáit, de az is, hogy az, aki beült a hangversenyre, az végre valamit kaphattam. Hát ez talán Márai mondja, hogy csak a nyárspolgár gondolja, hogy a kultúra az valami elvégzendő feladat, és mondjuk szerda délután 2-től 6-ig át lehet rajta esni. A kultúrembernek ez táplálék, olyan, mint ahogy megissza a kávéját reggel, megeszi a vacsoráját este. A kultúra az táplálék, amivel valami bensőt, ha nem túl patetikus, azt mondom, hogy a lelkünket tápláljuk. És hát ha ez elmarad, akkor az elmaradott éhezés volt. Megvan, és mindig is megvolt a kötődésem a határon túl élőkkel.
És a hegyeimet most már nem is kaphatom vissza, mert ahhoz bántanom kéne embereket, akkor legalább az ott élő kezét nem akarom elengedni. Ezért is szerveztünk jótékonysági koncerteket, meséli. Ez a mostani állapot, ez ilyen őrlő, amikor nem látjuk a horizontot, ez a kötszurkálás, hogy vajon lesz ma este koncert? Ma már lesz, tehát hogy vajon lesz holnap koncert? Talán ezt a hetet most már kihúzzuk, és akkor ez így rendben van, de ott vannak a decemberi koncertjeim. Az emberek sorban állnak, hogy jöjjenek, és mi alig várjuk, hogy mehessünk, mert szeretjük. Hát az egész csapat, hát az életünket tettük rá, de lehet. És aztán mindig csak azzal vigasztalom magam, hogy ennél kényelmesebb világégést az emberiség nem tudom, hogy valaha megélte. Tehát ha csak 100 évet megyünk vissza a történelemkönyvbe, akkor téged is, kedves szerkesztő úr, meg engem is betereltek volna egy marhavagomba, mert körülbelül abban a korban vagyunk, és a puskát adtak volna a kezünkbe, hogy tessék, arra az ellenség. Vagy ha ezt épp megúsztuk volna, akkor rohangáltunk volna az óvóhelyre a bombák elől. Tehát ehhez képest az, hogy most kevesebb ember jöhet a koncertekre, hogy maszkot kell viselnünk, hogy fertőtlenítenünk kell. Hát ehhez képest szóval érdemes a helyén kezelnünk. Nyilván nekünk ez fáj, nekünk ez a kellemetlen, nekünk ez fogja ki a szelet a vitorlánkból, minket ez őröl fel, de hát ha csak a saját édesapámmal beszélgetek, aki 80-on túl van, és elmeséli az életének egyes részeit, hát akkor mindig elszégyellem magam, hogy édes Istenem, nekem most ez most tényleg probléma, amit én megélek. Úgyhogy már csak ezért is érdemes egyébként az embernek a saját történetével foglalkoznia, mert akkor így még a mát is könnyebben viseli.